Sziasztok! Itt lenne egy újabb videó, amiben nem egyedül vagyok, hanem ketten vagyunk. Itt van velem Jones. Üdvözletem! Akinek ott látjátok a nevét. Nézzétek, milyen szép autó az a BMW 750. Igen. Nos, megyünk is tovább. Ja, igen. Új kocsiról beszélek. Ez a legújabb kocsim. Volt egy két Venomos Dodge Charger RT, amit eladtam. És a venomozásról is lehagytalak titeket, ezt sajnálom, csak nem volt időm felvenni, meg hát nem úgy hozta ki a sors, mert itthon meló volt, meg minden áll, szóval mindegy, sajnálom, de kész. Ennyi. Van egy garázsom is. Kinek köszönhető? Igen, Jones vette nekem a garást, mikor én éppen inaktív voltam, de vett nekem, még azért tartozott neki kis pénzzel, mindegy. Most van ez a csodálatos BMW M6-osom, neki 705, BMW 750, és mi a másik kocsid? Audi A8. Igen, és most elugrunk a hát, garázsokat megtekinteni, nem? Nem két garázsom van, neki is van egy, és nekem is. Igen, a Charger, amiről még beszélni akarok, az két Venomos volt, és full tuningos. Ja, és amit ezt a videót már másodjára kezdjük, mert közben Jonesnak el kellett menni a gépet restartolni, és én hülye elfelejtettem, hogyha videó felvétel közben kialtabozok, akkor leáll a videó, mindegy. Csak tudod, mit értem el ezzel a gépre starta? Mit? Semmit. Ez nem számít. Hallod a hangomat rendesen? Hát csak recseksz. Az viszont... Lényegtelen. Az lehet videóba is recseg. Nem, mert nálam, a játék is. Ja, jó, hát akkor ne hozz rám a szívbajt, hogy recseg a videó. Na, igen. Amit el akartam mondani, nem csak egy... két Venomos izén volt, mi a Dodge Charger-em. Izén volt. Igen, nem jut eszembe a neve, hanem egy Rolls-Royce-om is volt. Ezt a Gersen mutatta meg, azon olyan gyorsan továbbadott. Igen, a Rolls-Royce-ot megvettem aznap, és el is adtam. Szóval, mindegy. Igazából. Most, mint látjátok, ketten vagyunk a videóban, hogy legalább ne egyedül pofázzam végig az egészet. Szóval, a Noki be akart szállni hozzád, hogy elviszed el. Akarni, nem fog beszállni. Nincs az Isten. Hosszú úton menjünk, vagy röviden? Röviden. Gyerünk a röviden. Na, itt majd sztorit is el fogok mesélni, mert erre az útra eszembe jut, mert tankolni is kell. Szóval igen, azon gyorsan túladtam, mert hát kellett a pénz. Most is csak 6 millió van nálam, bankban még van valamennyi, de azt nem tudom mennyi. Ezt is majd megnézem. Egyébként, csak tőled akartam kérdezni, hogy az ingatlan adó, azt nem vonja le? De, majd fogja nyugi. Mikor? Hát, mikor ír minden mást. Már volt tőlem ingatlan adó, és csak mínusz 10 ezer a kocsi adó. Hát igen, de kiírja, nekem is úgy van, hogy... Írja, hogy az ingatlan adót leveszi, de azt nem írja ott a pénzemnél, hogy levon annyit. Levonja, mert nekem is úgy van, először az autót vonja le, utána az ingatlant. Az autó nekem 20, az ingatlan 10. De amúgy nekem ugyanúgy 30 ezer tűnik el, meg neked is 20 millió tűnik el. Meg hogy akkor lesz 20, hogyha a Trabi visszamegy. Bebaszna, hogyha 20 millió tűnne. Milliót mondtam? Igen. Bocs, 20 ezeret akartam. Na jó, akkor veressük, mert tényleg jó ez az autókázós tempó, mert ebből közben lehet beszélni. Jó, az autó csat mindjárt egy Bobcat beléd. Az nem számít. Ennek a kocsinak nincs törés textúrája. Csak egy probléma van, az enyémnek meg van? Hát a Bobcat itt jön a földbe. Az a jó. Hű, te hallod ezt, majd videóba vissza kell nézed, hogy mit csinálta? Én? Az édes volt, amit csinálta, hogy így bementi a fegyház felé, és így fejjel lefelé, így visszaállta az útra, és talpra. Kicsit laggalok, úgy értem. Az cuki volt, igen. Na, igen, miről beszéltem, mindegy, lényegtelen. Téhez megyünk először. Jaj! Hoppá, ez majdnem nekem belém száll. Az M6 így bespavnolt mellém, jó? Elsőnek a tiédhez megyünk, mert az van közelebb, ott megnézzük az Audidat, amit remélem kihozol. Nagyon szépen megkérsz, akkor talán. Hozz ki. Erre megyünk, mert itt nem akarok bobketekkel találkozni. Ez a kocsi 237-et megy, vagy 6-ot. 7-et, mert az enyém megy 6-ot. Igen. Ezt most itt ki is húzatjuk, igaz, hogy egyenrangú kereszteződés. Itt is nekem van egyenrangom. 2, igen, 237-re ugrál, nem megy fel 7-ig, csak ugrál.
És itt láthatjátok, hogy a map milyen gyorsan tölt be. De hova letti? Mögötted voltam, de aztán eltűntem, és most nem tudom, hol vagyok. Hűha. Várj, visszamegyek érted. Nem kell, mindjárt ott vagyok a garázsomnál. Ja, jó. Ijjaj. Látjátok? Nincs törés textúrája. Lekocoltam egy oszlopot. Lámpa, csak a lámpád ne törjön, mert azt mennyibe per kelek, fél misi? Hát a lámpámat tegnap megjavították fél millet, de ez lényegtelen. Aha, ott mész te geci. Igen. Szóval... itt balra. Mielőtt valaki kérdezni majd a garázs nem eladó egyik sem. Mint tőlem is mindig kérdezik, hogy most is odajött egy srác a videó kezdete előtt, hogy eladó a kocsi, hát persze. 70 millióba bárki elviheti. Ezt így mondom, 70 millióba akárki elviheti, aki akarja. Én nem akarom. Ah, így néz ki a garázsa belülről. És itt az A8-a, ami valamiért fekete. Nem tetszik a bandázós autó. Na, menj már ki. Hm? Mi? De nagyon nem cuki, tényleg, nagyon csöcsö. Na, itt a... Remélem összetörtem a hátulját. Légy. Itt az én autó. Ez egy csoda kocsi, várjátok, csinálunk vele szelfit. Jaj, de összetört a hátulja. Sírok. Nem tört össze. Van Isten. Az a baj, az A8 olyan könnyen törik. Di. Hoppa. Ezt sem. Régen, hogy írtad? Baszod egy szaltót. Baszod egy szaltót. Yeah. Na, gyere. Várjál. Nem bírok kilépni kamerából. De, sikerült? Haha, kárjuk. Ezt nem láttátok, amit az előbb csináltam, ez rossz dolog. Miért nem működik a neon? De, felkapcsolt. Én nem látom. Nekem is szokott begolni. De most mi a BMW-ből részbe? Hát, mert ez, hogy elvihetem a téret, de cuki vagy. Azt elviszük egy próbakör, utána meg elmegyünk az én garázsomhoz. Vagyis mind a kettővel egyszerre. Addig a BMW-d alá be, nem? Nem, mert ezzel fogok visszaállni hátra. Állítsa egy R-Ride-ot, mert szerintem ez magasabb van kicsit. Gondoltam, hogy R-Ride 3-on van. Nekem nagy kettő, és leállítottad kettőre, hát ez olyan lesz, mint a smirgli. Nincs R-Ride 2. Nincs kettő, az hogy? Ki van véve az R-Ride 2? Vagy ez most R-Ride 2? Berakták az R-Ride 2-t? A BMW-be nem fogom kipróbálni az R-Ride 2-t, mert BMW-be már próbáltam tegnap. Azaz, berlassak, még egyszer, köszönöm szépen, Berci. Hát jó. És annyi pénzem vagy, tudom javítatni. Csatt. UPFF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 
Oké, elpésztük gyorsan egyet. Nem számítottam rá, hogy az addig a házig ott el fogok jutni. Mindegy. Gyerünk. Szóval, igen. Azt hiszem, egy be... pillanatnak vissza az autót, mindjárt jövök. Visszarakták az R-Ride 2-t. Ja. És az én kocsimat erről akartam beszélni, hogy átraktam R-Ride 2-re. Bazd meg, ezt leverem mindig az elejét. És R-Ride 2-re, és ugye alapból ilyen alacsony, még szerencsére relogolásnál visszaváltozik alapra, mert R-Ride 3-on... Hoppa! Elnézést, itt vagyok. Hanyasra állítod? Ötösre. Nagyon sok kár vagy. Na igen, az én kocsimba átállítottam R-Ride 1-re, és akkor csiszolópapír lett. Most basztattam egy kicsit a mikrofont, ez lehet belehallatszódott. Szóval csiszolópapír lett, és kurva szar volt, és R-Ride 3-ra bírtam állítani, ami meg borult. Tehát az, ennek a kocsinak az R-Ride 2 az ideális, ami nem veri le az alját, de nem is borulsz fel. Beállsz még ma, drága barátom. De az meg baros, nyugi már, állítok az R-Ride-on. A kettes nem működik? Nem tudom, hármas nyomtad nekem. Állíts 2-re. Állítja a retek 2-re. Állíts már 2-re. Meg akarom nézni, hogy van R-Ride 2. Így sokkal jobb, hogy ketten vagyunk, mert nem kell magamba beszélnem. Tessék, itt van, állítom 2-re. De jó, nem változott semmit. Nincs R-Ride 2. De akkor az előbb a tiéd R-Ride 1-en volt. Na, nem mond már, itt kinyomjuk. Én R-Ride 2-re nyomtam, mindegy. Nyitva van a BMW-d? Nincs, fuck.
Az enyém viszont, be van zárva, és látjátok, füstöl a kipufogó, de szerintem nem jár a motor. És nem jár a motor. Ja, meg azt tartom... Így nem tesz jót, hogy laglok, mert félek, hogy neki megyek. Meg tudjátok, mit tartok még szivatásnak? Ez, hogy így, ha kinyitom így az ajtót, másoknak azt jelzi, hogy nyitva van nekem, az, hogy be van csukva, és így párszor már beszálltak a kocsimba. Fú, múltkor mi volt? Ezt neked is mesélem. Városházánál. Tegnap vagy tegnap előtt lerobbant. Pillanat, most parkolok, most ha ne. Várjál. Jó. Most parkolok. Adam, akkor egy percre buk. Oh. Igen, na szóval. Be volt par, vagy na. Totálkáros volt a városháza előtt a Charger. És azt veszem észre, hogy ugye unokatesommal játszottunk, csak úgy játszottunk, mire visszaértem a szerelővel, hogy ő elvontassa, addigra látom, hogy két csávó ül benne, és tudod, a srác annyit ír nekem, hogy te adjál már egy kis pénzt, mert videóba gázul néz ki, hogyha nincs nálam annyi pénz, és ezért beültek a kocsimba, gondolom, úgy akarták elkezdeni a videót, hogy itt a kocsim, totál káros, és akkor, ja. Szóval, ezt még én éreztem gáznak, hogy beültek a kocsimba, és ott akart videót kezdeni. Egyébként ez az én kocsim, mint látjuk. Meg is. Melyik bömbivel menjünk? Meg is mutatom. Ott van. Eurus. Melyik bömbivel menjünk? Ahó. Na melyikkel akarsz? Hát mivel te garázsodhoz menjünk, ezért másszunk a tiéddel. Igazából ha nem akarsz, meg kocsikázni, mert azután még megyünk kocsikázni. Tankolni jöjjenek, akkor azt rakd be, azt majd megyünk az enyémbe. Tehát előbb melyik oldalról álltak? Másik oldalról. Jó van. Ha már rosszul állok be, akkor törik az autó, és azt nem szeretem. Igen, szóval így kell beállni? Hát attól függ, hogyha két autód van, akkor az utolsóval mindig így kell beállnod. Ja, de amúgy lehet sima, hogy ne belemegyek, az kész. Persze lehet. Ezt majd mindjárt kipróbáljuk. Ah, de ennyire nem zavar, mert ennek nincs törés textúrája. Igazából ez nem is olyan videó, hogy beszélek arról, hogy mit csináltam. Mindegy, ez ilyen... Máté, ez csak ilyen beszélgetés. Minek per parkozod le? Hogy ugyan, nem parkoztad a garázsba? Én szoktam parkozni a garázsba. Ugye, ezt milyen jó lehetett nézni a videóban, hogy tudod, csak állok a kocsival előre, hátra. Unaloműzés. Szerelőláda érdekel. Majd nem kéne. Írjál rá. És... Nincs szerelőládám. És már PP-t sincs nálad? Nincs. Majd töltök fel. Azt majd én is fogok. És akkor majd láthatjátok, amint lehet rakunk egy Venomot ebbe a szépségbe. Nem a kettőt mondtam? Le kettő, de lehet inkább azokból szerelő... Nem fogsz elmenni, nem fogsz elmenni. Jó, kérem is. Le akart húzni valamilyen milliót. Adjon a... Elered az orrából a vér. Ugye kírom a szobászkarja. Persze, mindenképpen. Hát halljátok, ezt láttátok, hogy itt, kanyarodott a pali, itt, gyere, Istenem. Menj, gyere, menj, de. Na haladjál már, azt adjad a pénzt. Na, javítatni is megyünk. Azt nem akartam, de majd most megtesszük. Mindjárt adó. Most bélyre jössz neki? Hoppa! Hopsz! Most már itt felvigyazom. Fú, de szexi pózt tettetek fel, azt láttad volna. Fú. Mi? Na, fú, de szexi. Mondom, de szexi pózt vettetek fel, nem OC. És ez mit akar OC-ni? Tudod, írtam ezt, hogy ilyen izé. Igen, tudom. Beszállásra írtam. Ó, gyökértetek. Istenem. Haladjál már! Két vonos kedilek. Flatfoot eladó.
Addig RP-zed, mert megnézi a kocsi elejét. Jó van. Paper. Mi? Megnézni. Összetört az egyik lámpája. Istenem, hogy az ilyen RP20. De egy, de mi? Miért abba szállsz be? Várjál, hagyd szálljak be Jones elsőnek én. Itt volt a rendőr bácsi. Ó, neked mennyi kamatod van amúgy? Nem tudom, neked. 254 ezer. Na hát jó, de neked de mennyi pénzed van benn? Hát, számol ki. Hát, néha. 250 millió. Szép. Ja, elnézést a videóban. Vidállal a videót nézőknek, hogy most egy csöndben voltam, csak ez annyira fel tud baszni, hogy most én is, hogyha így mennék, neki mennék valakinek, és csak elhajtanék, mert hát hallod? Mert én megtehetem. Várjatok, most nézem, hogy hol a garázsom. Hát múltkor a... Hát meséld el a... Amikor a Dodge-el mentünk, és a két bokker belénk szállt, meg egy BMW M6-os vagy. Ja, igen. Hogy megyünk a Charger-re, te meg BMW-be jöttél? Nem, aki jött csávó. Ja, igen. Igen, hogy megyünk, és egyszer csak egy bobket telibe belém száll szemből. Jó, akkor mondom, majd beszélünk, és utána mi van még? Nézd, hogy BMW is jön, mint az állat, és az is nekem jön. És egy mind a kettő így benyom egy bindet, hogy... Nem, a két bob... BMW is volt. Nem. Akkor nem tudom, melyikről beszélsz, azt majd meséld el te. Úgy volt, hogy... Megyünk a Dodge-al, szereltetni voltunk. Das ist mein Garage. Kinyitottad, nagyon jó. Beállunk, és látod, így áll be. Viszont, menjünk ki. Ez az én garázsom. Most állj be oldalt, ahogy én mondtam. Várjál, nem, most nem állok be, mint ezt a végén. Most zárd rám, köszi. Nem azért akar, nem rád zárni akartam, csak ugye... De... Most mi van? Hát megyünk tovább, csak kiszálltam bezárni a garást. Ne, nem, mondja a sztorit, mert ez nem lesz elmesélve, és akkor haragszanak. Jöttünk Dodge-al a szerelőtelepről. Szembe sávba. Hát rallizott két bolket a saját sávba, meg a szembe sávba. Hát elsinyeztek, felfoghatjuk úgyis. És minket megelőzött volna egy ugyanilyen BMW M6 citromsárga színbe. A BMW M6 úgy úszta meg, hogy még egy koccanás nyerő kellett volna, és TK-s az is, mi viszont ténylegesen TK-sak lettünk. Tomásnak annyi volt a mázlia, hogy volt feltöltve RP-n, és egy fix kártyát össze tudtunk kaparni. Tényleg tudom, melyik az... Igen. Amire rámászott 9 milliód. Igen. De csak barátérom. Barátom, mert amúgy drága, 13 is beadom, ha valakit érdekel. Na, ne, nézzétek a szerelőknek, nincs melója, kis kurvák. Elnézést minden szerelőtől, nem ez... Na jó, ez kis... Kicsit csúnya megfogalmazás, nem. Hát ez tényleg csúnya volt. Nem, tényleg. Szerint mondanám el, hogy én is szerelő vagyok. De hát te nem vagy. Vagy az vagy? Attól még írhatok jelentkezést. Tényleg, múltkor hirdették itt. Tényleg majd kéne frakcióba jelentkezni. Ja. Na igen, ennyi volt, hogy TK-s lett, és én akkor agyfaszt kaptam, és akkor úgy voltam vele, hogy most akkor abba hagyom a CMTA-t, és kész, mert akkor a szent pillanatban TK-sról hoztuk el a kocsit. Ja, tényleg, srác beszél. 300 ezer. Fizetsz, vagy fizessek? Mi? Azt úgy mindet? Csak a lámpa! Igen? Hát, miért, hol van még összetörve? Azt mindet mondod, hogy csak a lámpa? Kifizetted neki? Ennyi és kész is vagyunk. Mehetünk is. Ennyi volt. Ja. Megmutatom a BMW M6 csodás tulajdonságait. 300 000 egy lámpa.
De nincs Dick, törésztek, na szabály. most bácsi. Most menjél már. Né, hagyd Nem dudálják már akarok nekik. rendőrhergetésért izébe menni. Ez nem rendőrhergelés, hogy rádudálok. De navos hergelés, igaz? Navos hergelése az, hogy rádudálok? Hát nem dudálhatok neked, szallod? Nem. Nagy Nem is haverok. én. Valóságban dudálsz a navosnak? Ha persze. Gondolom. Mondom, véletlen volt. Rátenyereltem a kormányra. Szóval ezt most láttatok. Véletlen háromszor egymás után. Igen. Így ilyen 300 ezerre most a csávóka úgy lehúzott, hogy látnotok kellett volna, hogy de ketté állt a 100 szemem. Ezerre 200 ezerre kifizetett. Hát jó, srác, ja tényleg a srác kifizet a 200, de jó. Szóval 100 ezerre úgy megrövidítettek, hogy... Hát miért egy trafiknál lassítasz, és akkor ugyanott vagy. Hát, ja. Ja, azt is elmesem, a múltkor 1 millió ment el trafikra. Hát ide vagy. Hűha. Azt ott, azt. Mit ott? Predi bebörtönözte Zoltán Zagyva 1750 perc. Várja. Ezt így ma olvastam, amit itt tesizni volt, az a kis háttér információ, osztálytársak vagyunk, minden lényegtelen. Felmentem fórumra, mert nehogy tegnap... Na, lényegtelen, felmentem fórumra, és néztem az panaszkönyvet, meg az unbanokat, mert nincs jobb dolgom, mint hogy ezt nézhessem. Nem PC, hagyja. De ez mit csinál itt? Fingom sincs, de most neki ment az autónk. Hallod, hogy mit csinál? Hát ne ide. És ott olvastam ennek a Zoltán Zagyvának a... mondjad már. PK-t? Kérelmét. Nem az Zoom-ban kérelmét, mert nem PK-t rakták. Ott partban helyett. Hú, nem is tudom, hirtelen mi volt benne.